Egy hiány 1000 határsértővel szemben kellett intézkedniük tegnap a hatóságoknak. A határ szerbiai oldalán továbbra is folyamatosan gyülekeznek a migránsok, és időről időre megpróbálnak átjutni a kerítésen. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt, a magyar határon nem lehet csak úgy átsétálni, következményei vannak az erőszakos fellépésnek. Egyre csak gyülekeznek a migránsok horgosan, ruhákat és hulladékok tömegét hagyják maguk után. Ráadásul egyre agresszívabbak, gyakran lövöldöznek, ami miatt a helyiek rettegésben élnek. Ha lövéseket hallanak, azonnal értesítik a hatóságokat. Vadászok által lett a lövések kiadva, vagy pedig esetleg a migránsok, ami itten az utóbbi időben gyakorivá vált. A horgosiak zöme már évek óta nem megy ki az esti órákban az utcára, mert attól félnek, hogy megtámadják őket. Este nem járunk sehova, mindenki fél. Elhagyatott épületeket foglalnak el a migránsok a szerbiai Zomborban. Általában pár napot töltenek itt, majd tovább indulnak. Első dolguk, hogy a határzárat megtámadva megpróbáljanak bejutni Magyarországra, majd tovább Nyugat-Európába. Magyarország déli határa folyamatos nyomás alatt áll, napi szinten 1000-nél is több illegális bevándorlóval szemben kell intézkedniük az egyenruhásoknak. Erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, idén eddig a múlt évinél csak nem 100 000-rel több a szervezett bűnözés által irányított migráns támadta a déli határszakaszt. A rendőrök és a katonák, illetőleg mostantól majd a határvadászok is oltalmazzák a magyar szuverenitást, a magyar emberek biztonságát. Irányt mutató mindenki számára, hogy a magyar határt őrzik, a magyar határon nem lehet csak úgy átsétálni, következményei vannak az erőszakos fellépésnek. A határvadászok megjelenése, a nemzetközi együttműködés, valamint a polgárőrök munkája hosszabb távon is biztosítja majd azt az állandó határőrizeti rendszert, amely a magyarok biztonsága érdekében szükséges.